Napjaink legégető problémája az, hogy a 9 éves gyerekünk nem tud normális házat építeni Minecraftban. Sziasztok, én Peti vagyok, és megtanítanak titeket normális házat építeni. Na jó, elég ebből a hülyeségből. Na hát, sziasztok srácok, én Isz vagyok, és elkezdtünk egy újabb videóhoz, amelyben most megtanítanak titeket, hogy hogyan kell megépíteni ezt a házat. Ilyen videót még nem nagyon csináltam, és igazából most is azért döntöttem így, hogy megcsinálom ezt a videót, ugyanis nagyon megtetszett nekem ez a ház, és igazából nagyon jó, mivel a Survivorban is meg lehet ezt építeni, és igazából nagyon anyagkímélő, és ilyen, ahogy látjátok, ilyen alapblokkokból is meg lehet építeni, amit nagyon gyorsan meg lehet szerezni. Szóval először nézzük meg kívülről, ahogy látjátok, ilyen luxusház feeling van, vagy nekem így annak tűnik, belülről pedig nagyon szépen be van rendezve szerintem, szóval igazából nézzük is meg, hogy hogyan kell megépíteni. Na de mielőtt belekezdünk ebbe a videóba, két dolgot leszeretnék szögezni, srácok. Először is, hogy ezt a házat nem én találtam ki, és az eredeti videónak a linkje lent lesz a leírásba. A másik pedig, srácok, hogy meglett a 25 ezer feliratkozó, amit nagyon szépen köszönök, és nem sokára lesz egy 25 ezer feliratkozós élő adás, aminek szintúgy lent lesz a linkje a leírásba, és az itt látható módon légy szíves srácok, kattintsatok ott a csengőre és lájkoljátok be, hogy ne maradjatok le róla. De akkor most már tényleg kezdjük el építeni a házat. Nos srácok, hogy látjátok, kivettem az inventoriumba azokat a blokkokat, amire szükségünk lesz, és akkor kezdjük is el építeni, lerakunk egy ilyen sima fadeszkát, utána pedig egy blokkot kiadjunk, és 1, 2, 3, 4 darab fadeszkát rakunk le. Nos srácok, ezután ezt megnöveljük 4 blokk magasságra, ennek pedig a két végét csak 3 blokk magasságra. Ezután itt a kihagyott részre rakunk egy ilyen logót, utána pedig itt belülre rakunk egy ajtót, és itt van is egy lépcső, és azt pedig így szépen ide felrakjuk. Ezután rakunk ide üveget, és azt igazából be is fedjük, mert itt már nincs rá szükség. Na és srácok, most jön egy kicsit nehezebb rész, ide rakunk mindenhova így üveget, és ezt megnöveljük még egy blokk magasságra. Még egy rétegbe rakunk üveg lapokat, de csak 3 darabot, úgyis itt a végére már fadeszkát rakunk. Ezt egyelőre így hagyjuk, és meg is el is kezdjük a másik oldalt csinálni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vagyis összesen így, hogyha ezt is beleszámjuk, akkor 7 blokkot kell ide lerakni. És akkor meg is mutatom, hogy itt minden másodikat így szépen felépítjük. Ezután mindegyiknek úgy, mint az ajtónál rakunk szépen ilyen lépcsőket, de normálisan. Istenem! Gówno ci to obchodzi! Śmieciu! Jebany! Kurwa, masz! Wypierdalaj stąd! Wypierdalaj stąd! Ezt is így szépen, és ide üveglapokat rakunk. Srácok, ha eddig tetszik a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, hogyha nem szeretnétek lemaradni a további tartalmakról. Nos srácok, kezdjük is el építeni a harmadik falat. Ezt is így szépen így olyan hosszúságúra, mint az előző falat, azt így megcsináljuk. És igazából itt szépen felépítünk. Ugyanaz lesz igazából, mint az a fal, csak ezt a két üveget, ezt ki fogjuk hagyni, szóval ezt már itt be is lehet fedni. És igazából itt ajtó is lesz, szóval ide rakunk egy ajtót, így inni. Ugye fontos, hogy belülre rakjuk az ajtót, és akkor ide jön igazából egy lépcső, az előzőkhez hasonlóan. És srácok, akkor építsük meg az üveget. Magyarán 1, 2, 3, 4, és itt is ugyanúgy 1, 2, 3, na, normálisan így inni. És ugyanúgy szépen így ezt megcsináltuk. Most a legizgalmasabb rész, ez az én személyes kedvencem igazából. Itt ezt mind lépcsővel fogjuk szinte megépíteni, szóval ezt is szépen megcsináljuk. Vagyis igazából csak ezt a hármat, ugyanis ezt a kettőt igazából fával kell már megcsinálni. És figyeljetek srácok, itt kiadjunk egy részt, vagy ezt a blokkot, és a tetejére, úgy mint az előzőkhez hasonlóan, így rakjuk le szépen, és ide rakunk üveget már. Most figyeljetek srácok, erre megint lépcsőt rakunk, és megint lépcsőt, és szerintem ez így brutálisan néz ki, viszont ezt így, és ezt a részt szinte teljesen csak fodeszkával fedjük be, kivéve ezt a két részt, ugyanis ide rakunk még fát, igazából ez csak ilyen design szemszögéből néz ki jól, és igazából ennyi az egész. Most jön a kémény srácok, amit az ablaktól így egy blokknyira kell megépíteni, és egyel magasabbra, mint ezt a rét. Jó, mikor ez megvan, akkor a tetejére rakunk ilyen kőfalat, és rárakunk egy ilyen iron trapdoort.
Ez igazából egy ilyen kéményként szolgálna, de ezek csak design miatt van így. Jó, srácok, szinte teljesen kész van igazából a házunk, már csak a tetejét kell megcsinálni, amit mutatom is, hogy hogy kell. Ki kell venni, srácok, egy ilyen sötét töltyfadeszka lapot, mutatom is, hogy hogy kell, igazából ide rakunk az üvegekre, és egyen kintebb nyúlik, szóval így látjátok, egy kicsit kintebb lóg, és itt is így ezt szépen megcsináljuk. Fontos, srácok, hogy itt már, ha jól látom, igen, akkor egyen lentebb, illetve itt is így egyen lentebb, és így is így, így. Ezt nem tudom, hogy jól, hogy mondjam el, de ahogy láttátok, úgy kell megcsinálni. És igazából így most már csak be kell fedni az egészet. Na, hogy láttátok, srácok, kihagytam itt egy részt, ami azért van, ugyanis ide üveget fogunk rakni. Ez majd a ház belső részéből nagyon jól fog látszódni. Szóval ezt úgy hagyjátok ki, és ide mindenféleképpen üveget rakjatok. It's the dream. Nos, srácok, igazából a díszítést azt nem bonyolítjuk túl. Itt az ajtókhoz ezt a stone slabet kell rakni, a főbejárathoz, ahol ilyen ablakok vannak, oda 3 blokk hosszúságúra, a másik hátsó kijáraton pedig csak 2-höz. Igazából az eredeti házban nem így van, viszont szerintem ez is sokkal jobb. Ezután szednünk kell fűblokkot, amihez így 2-t kell ide lerakni, ide az ablakok alá egy 1-2-3-at, és itt is ide 2 darabot kell lerakni. Ezután ezt a trapdoort, ezt így mindegyikhez körbe kell venni szépen, majd pedig le kell hajtani, és tetszőleges növényeket rá kell helyezni, és így igazából szerintem ez tök jól néz ki. Ezt igazából mindegyiknél meg kell csinálni, itt mondjuk ilyen szép mintát is ki lehet belőle tenni. Mondom, hogy a növény az teljesen tetszőleges lehet, szóval az nem muszáj azt, amit most én használok. De szerintem ezek néznek ki most a legjobban itt, szóval én ezeket ajánlom nektek. De ha mondjuk te egy pipacsot szeretnétek odarakni, vagy bármilyen más, akkor nyugodtan lehet. A díszítés igazából ennyiből áll, nem túl bonyolult, de szerintem nagyon jól néz ki. És ajánlom mindenkinek, hogy használj mindenféleképpen, mert ez ilyen jobb feelinget ad a háznak. Nos, hát kivetem a berendezéshez szükséges dolgokat. Igazából 2 szintes a lakás, ez most az első szintet fogjuk egyelőre csak berendezni. Igazából a padló ez a srácok, a padló ez a nyírfadeszkából van, szóval ez néz ki szerintem a legjobban. Ezt is szépen az egész padlót igazából így megcsináljuk ezzel. Ezután jönnek az alap dolgok, ugye a crafting table, a kemence és a láda. És a crafting table-re rakunk egy ilyen potifőzőt. Ez még nem olyan feltétlenül fontos, de hogyha túlélőztök azért egy idő után erre is szükségetek lesz, szóval érdemes ide rakni. Ezután pedig ezt a grey szőnyeget, vagy ezt a sötét szürke szőnyeget rakjuk az a főbejárat ajtajához. És van ez a rács. Legtöbben igazából ezt kerítéssel szokták megoldani, de én most rácssal fogom ez az asztalt jelképezni. És ami nagyon kreatív szerintem, ezt a homokkő lépcsőt fogjuk ide rakni. Szerintem ez ilyen nagyon jó feelinget ad a háznak, mivel milyen jól néz már ki. És itt, srácok, ahol az ajtónál, ahol nincsenek ablakok, ide rakunk 3 darab létrát, és el is kezdhetjük a felső emeletet is berendezni. A felső emeletes, srácok, igazából nincs sok mindenre szükség, igazából ez a fa lapokra lesz szükségünk, és azt szépen így megcsináljuk ilyen 2 rétegben, vagyis nem 2 rétegben, hanem ez 2 blokknyi távolságra. Itt én majd a létrán fel lehet menni, ide én armor standet rakok, mert azt szerintem tök jól néz ki, és így szépen fel is öltöztetjük ugyebár az armor standünket, és ide rakunk 2 ágyat, igazából ez bármilyen színű ágy lehet, én most a szokásos pirosat fogom használni. És ha még ide akartuk, akkor rakhatunk képet is. És igazából ide még rakhatunk egy képet is, mivel hogy milyen jól néz már ki. És a felső emelet igazából ennyiből áll. Szóval, srácok, ez a berendezés kb. Ennyiből is állna. Nincs túl bonyolítva, de szerintem eléggé dizájnos. Srácok, ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, illetve kövessetek be Facebookon. És igazából ennyi. Mindenféleképpen gyertek el majd a 25 000 feliratkozós live-ra. Én XP voltam. Sziasztok! Ha!